Teljes határzárat vezet be Finnország a négy legforgalmasabb határátkelő helyén 24 órán belül, erről döntött a finn kormány. A mai rendkívüli kormányülést azért hívták össze, mert Oroszország felől egyre nagyobb tömegben érkeznek illegális bevándorlók. Egyre nagyobb tehát a migrációs nyomás a finn-orosz határszakaszon, ahol papírok nélküli migránsok lépnek be Finnországba, és ezzel az uniós schengeni határon belülre. Barna folytatja vendégével a témát. Köszönöm szépen, és Júlomnéti Zoltán alkotmányjogász, a vendégem, a Század végtanácsadó. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ideig is voltak már ott biciklivel, de most mintha emelkedne a részem. Szépen biciklizgetnek, ott leszállnak, kimelegedve. Jó napot kívánok, és akkor átmennénk. Na most erre mondták, hogy 1300 kilométeres finn-orosz határ túl hosszú ahhoz, bár ott van néha sok kerítés, de most tényleg bedobták, hogy akár le is lehetne zárni, mert ha most 63 jött tegnap például, akkor ne tudja véten a 600 jött, mondják a finnek. Igen. Igen, valóban én is valahova a beszélgetésben elrejtettem volna ezt az érdekes tényt, hogy egy rendkívül hosszú zöld határ van a két ország között, amelynek az ellenőrzése azért komoly kihívások elé állítja jelen esetben a finn határ védelmi szerveket, és valóban van kerítés is a két ország között a finn oldalon, de ez a kerítés, ez nem olyan védelmi rendszer, amely mondjuk az erőteljesebb védvonalakra jellemző, és itt akkor, ha már lehetőség van, hadd említsem meg, hogy 2004 óta, most született nemrég egy ezzel kapcsolatos európai parlamenti felmérés, akkor talán 300 kilométernyi kerítés volt az Európai Unió területén, most ez 2000 kilométernyire nőtt, és ez mint egy hétszeres emelkedés, és ebből 170 kilométer nagyjából a magyar határ. Ugye emlékszünk rá, hogy milyen kritikákat kapott Magyarország a kerítésépítés miatt, de akkor tisztelettel meg lehet kérdezni, hogyha levonjuk a 300-nak durván számolunk, akkor is 1500-1600 kilométernyi kerítés valahol máshol található az unió területén. Ennek is érdemes lenne utána nézni. Vannak ötleteink, nyilván Bulgária is érintett ebből a szempontból, Lengyelország is érintett lehet. És végső soron, ahogy ön is mondja, fokozódik a migrációs nyomás. Ezt egyébként egy friss egyetemi tanulmány is Helsinkiből megerősítette, és egy olyan határvédelmi rendszert vezetnek be, amiért egyébként Magyarországot 2015 óta folyamatosan nemzetközi és Európai Uniós szervezetek is kritizálják. Azért érdekes a magyar határkerítés kritikáim. Volt osztrák kancellár, mondta, hogy kapuszárnyas kapu, náluk nem kerítés volt, hanem kapuszárnyak, amit... De hát a magyar kerítésnél már sokkal hamarabb volt a kerítések Európában, nem mi kezdtük. Pontosan így van. És egyébként Ceutát, Méliát, a spanyol enklávékat is, hogyha ide vesszük, akkor valóban hosszú évtizedekre nyúlik vissza a kerítés, illetve a határvédelem, a fizikai határzár intézménye az Európai Unióban. Akkor 15-ben ez divat volt. Fajman osztrák kancellárral talán a fasiszta jelzőt is használta. Igen. A kerítésépítés kapcsán, aztán hogy nem az olasz-osztrák határon is valóban elindult a kapuszárnyakkal felépülése, ahogy ön fogalmazott. Nagyon érdekes, hogy egy olyan bevándorlási szabályrendszere van Finnországnak, amely arról szól, hogyha hirtelen beáramlás történik, a migrációs nyomás keletkezik a határon, akkor van joguk a menedékjogi kérelmek felfüggesztésére. Miért izgalmas ez? Azért, mert ukránok is érkeznek. Tehát ezek a határvédelmi intézkedések valódi menekülteket is sújthatnak, mert egyébként az ukránok mögött a friss statisztikák szerint talán ugyanígy a közép-ázsiai térségből érkezhetnek, tehát irakiak érkezhetnek az afrikai térségből, például a szomáliai,
európaiak, de alapvetően ez az ukránokat is hátrányosan sújthatja, akik érkeznek mondjuk a finn határa. Nyilvánvalóan itt egy elenyésző számról beszélünk, de amikor egy általános határvédelmi blokk és zár alakul ki, akkor ez minden menedékkérőre igaz, és hát természetesen itt majd vizsgálni kell, hogy a tengeri határokra ezt ugyanúgy kiterjesztik-e. 60 fő az nem olyan nyomás egyébként, amely ezt indokolná, csöndben jegyzem meg, a szerb-magyar határon ennél jóval nagyobb migrációs nyomást kell folyamatosan, és egyre erőszakosabb migránsok általi támadásokat a magyar határvédelmi szerveknek elviselniük, illetve kivédeniük. Az, hogyha nem is átsuhanni a orosz fényhatáron, de mégis könnyebben át lehet jelen pillanatban menni, mint hogy a magyar határ, amit nem nagyon lehet, ez nem egy ilyen kis csalogató, hogy figyeljetek, mert itt még mindig át lehet menni. Viszonylag könnyen. Igen. Nagyon érdekes, hogy alapvetően ezt a határ területet nem nagyon védték, még ennek az volt az indoka egyébként, hogy Szentpéterváról például a finn területekre turisták nagyon nagy szeretettel jártak át, illetve más orosz kis és nagyvárosokból. Sanna Marin, baloldali többségű kormány élén még előző miniszterelnökként azt mondta, hogy megszünteti ezt a lehetőséget. Egyébként ennek nemzetközi jogi alapját a mai napig azt gondolom, hogy elfelejtették megindokolni, vagy megemlíteni, felszíne hozni. Tehát, hogy miközben Oroszország háborúzik Ukrajnával, addig ne jöhessenek turistáskodni Finnország területére oroszok. Ez egy tavaly nyári hír. Nyilván az akkori klímában ez nem verte ki annyira a biztosítékot, mint hogyha békeidőben tenne egy ilyen gesztust egy ország, egy másik ENSZ tagállammal, de kétségtelen tény, hogy már nem ez az első, hogy Finnország a határaival szemben a lezárás taktikáját, vagy a határai tekintetében a lezárás taktikáját alkalmazza. Amikor a magyar dupla határkerítés megépült, akkor hirtelen annyi létra került elő, hogy annyi létra szerintem a világon is, nem kiderült, hogy mégiscsak van. Igen. Most meg akkor úgy néz ki, hogy felélénkül az orosz kerékpár piac, mert ugye most mindenki kerékpárra jön, tehát úgy néz ki, hogy van itt létre, van itt kerékpár. Legközelebb majd ilyen indák, vagy nem is tudom, mit találnak még ki. Nyilvánvalóan erre van egy kifejezés, a migráns trükkök, azok 2010 óta különösen virágzanak, és a trükkök között természetesen vannak olyan cselekmények, amelyek bűncselekményt valósítanak meg, vagy olyan tettek, vannak olyanok, amelyek ellenőrizhetetlenek. Most kicsit eltávolodok a kerékpártól, de hogyha valaki az LMBTQ közösség tagjának vallja magát, akkor nem lehet kiutasítani a származási országába, abban az esetben, ha ott kínzásnak vagy embertelen bánásmódnak lenne kitéve. Ha valaki arabként kereszténynek vallja magát, nem lehet kiutasítani a származási országába, ahol emiatt üldöztetésnek vagy kegyetlen bánásmódnak lenne kitéve. Tehát ilyen értelemben számos érdekes megoldást tapasztaltak, elsősorban németek, vagy tapasztalhattak az elmúlt időszakban. Nem győzöm hangsúlyozni azt a 2019-es adatot, ahol 31 ezer kitoloncolás hiúsult meg. Tehát nem az önkéntes kiutasítások, amelyek 200 ezer fölött vannak az elmúlt években folyamatosan Németországban. 31 ezer kitoloncolást nem tudtak a német hatóságok, amely ugye hatósági kísérettel történő kiutasítás végrehajtani. Tehát ezek a trükkök, ezek a megoldások, ezek jelen vannak, és úgy tűnik, hogy most az orosz-finn határon is felütötték a fejüket. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.